És itt van velünk Máté Bence. Természetfotós. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Hello, Bence. Bence, te ilyenkor reggel kiengedtem a kutyát a kertbe. És jött felém, mint Amundsen a hóban, ilyen csodálatosan és állati jól nézett ki. Ilyenkor te nem kapsz frászt, hogy itt ülsz velünk, ahelyett, hogy kint mászkálnál a természetben, és ezt a csodálatos természeti jelenséget, ami ez a hó, örökítenéd meg? Hát alapesetben igen. Ugye? Én elég fanatikusan fotóztam az elmúlt 20 évben. Fú, de ettől meg lehet őrülni, hogy mi az, hogy jöttem. De hogy fotóztál, és akkor 10 éves vagy. Kiabáltam, hogy jaj, de szép, jaj, de szép, jaj, de szép. Ezek tényleg hihetetlen jó körülmények, és Magyarországon ez nagyon ritka is, de én most egy pár olyan projektet kezdtem el, amit nem bírtam volna befejezni, hogyha a mellette fotóznék, úgyhogy se a tavalyi, se az idei évben nem igazán fotózom, úgyhogy néha így kimegyek, amikor tényleg van valami nagyon extra, de egy jobb kép azért úgy készül el, hogy heteket, hónapokat járok utána, egy-egy felvételnek, és így nem lehet összekeverni a kettőt. De most azok a projektek, amiket csinálok, azok fontosabbak számomra, és akkor így két évig ezt így picit parkolópályára teszem, de már listán vannak azok a tervek. De utána megint természetfotós lesz-e? Igen. Ja, de majd ezt mindjárt elmondjuk azt a projektet, meg egyáltalán, hogy ez nálad hogy működik, mert te hihetetlenül tudatos vagy, ahogy én látom, és nagyon pontosan tudod, hogy mit és hogy szeretnél építeni. Viszont az, hogy az emberek az elképzelés, hogy egy ilyen természetfotó az úgy készül, hogy oda megy és egy szerencséset kattint, mert én nem tudom elképzelni, hogy ahogy azért egy pár képedet már láttam, hogy az előállítható még egyszer. Szóval, hogy érted? Hát ez a lényeg, hogy nem állítható. Ez a lényeg, hogy ha nem állítod elő még egyszer, akkor igazán jó de kép. De akkor a hónapos előkészítések azok mit jelentenek? Ilyenkor én mondjuk azt, hogy lehetőséget adok a természetnek, hogy adott helyen, időben, megfelelő körülmények között jó háttérrel, jó fényekkel, jó széljárással produkáljon valamit. De az a valami, az nincs előre pontosan kitalálva, hanem itt jók a szituációk, és azokból aztán válogatok egy egyedi jelenetet, és én csak a körülményeket teremtem meg. Ja, van az az elefántos képen, akkor szóltál az elefántnak, hogy többször jöjjön arra? Vagy? Beletettem narancsal. De ez az egy itató partján készült, és a jó Istenért nem akartak jönni az elefántok az itatóra, pedig Afrikában száraz helyen volt, rengeteg állat jött, gnúk, kafferbi vagyok, zebrák. Én egy olyan technikával dolgoztam, amihez az elefánt kellett, az volt megfelelően nagy méretű, ami jól mutatott ezen a képen, és utána olvastam, hogy milyen lehetne még csalogatni az elefánt, és a citrusfélékkel, ami ott kéznél volt, például narancsal, aztán kipróbáltam uborkával, azokat ilyen kis pici gödrökbe elrejtettem, ami a fotón nem látszik, tehát az lent van a szintben, és akkor ilyen néhány kiló etetőanyag ott volt az itató szélén, és akkor igazából arra jutott, de nem is a vízre. De most akkor várjál, mert fülön ütött valami. Tehát előkészültél valamilyen képbeállításra? Tehát, hogy látszik az ég, a nem tudom mi a nem tudom mi, és nem tudom milyen fény, tehát te reggel fél hétkor kell csinálni. Csak jöjjön bele egy légy elefánt. Magyarországról indul, mint általában igen. A fotós projektnek a nagy része. Kíváncsi, hogy ez hogy... Éjszaka madarakat fényképeztem, és kikísérteztünk egy olyan technikát, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy megmutassa az éjszaka hangulatát madárral együtt. Ez egy nagyon bonyolult eljárás. De ez mi? Hogy lát, hogy azért ne legyen tök sötét, mert éjszaka, figyelj, látod a tájat, így, és éjszaka madárna. Látod igen. A tájat, a csillagokat, azokat a fényeket, az amik horizontalon még előjönnek. Ez emberi szem számára láthatatlan. Ezek a felvételek több mint fél percig készülnek. És az alatt igen, és annyi alatt jön össze annyi fény, amivel ezt a hatást elő tudod hozni. És arrébb megy a felhő? Akkor az mozdul rajta. Az egy érdekes ilyen artisztikus hatás fog előidézni. Aha, igen. És akkor megálmodod, hogy ebben a fényviszonyban, de jól lenne egy elefánt? Hát éveket dolgoztunk először is ezen a technikán, és miután működött szürkegémmel, gondoltuk, hogy miért nem működne elefánttal. Az első évben, amikor Afrikában voltam, akkor nem tudtam fényképezni. Én megőrülnék, ha évekig kéne dolgoznom azon, hogy... Hát ez izgalmas, hát közben mindig észlelnek a felvételek, csak mondjuk éppen kafferbivajról, vagy épp egy varacskos disznóról, és aztán rájöttünk, hogy valószínűleg azért nem jönnek az elefántok oda, ahova mi szeretnénk, mert az elefánt nagyon igényes állat, és amiben már egyszer a varaskos disznó belefetrengett, ő már nem iszik. Fúj. Neki friss víz kell, és inkább bemegy egy tóhoz, vagy keres egy forrást. Édes, milyen okos. Viszont hát ugye ott nem volt forrás ezen a területen, ahol forrás volt, az nem volt alkalmas fotózásra, mert az benn volt egy völgybe, és akkor nem látszottak rendesen a csillagok. És akkor én tudtam végeredményben, mindig tudom, hogy mit szeretnék, vagy legalábbis van egy célom, de hogy hogyan jutok odáig el, az egy ilyen
saját innováció és természeti ingerek összjátéka. Akkor nem kérdezzem meg, hogy kitartó pali vagy-e, mert az? Igen, akkor ez a kérdés itt most nem... Nehéz megítélni azt, hogy mennyi időt érdemes egy témával eltölteni, mert hogyha kell, én eltöltök éveket, de nagyon nehéz elengedni egy témát, amikor az gondolja az ember, hogy na majd lesz ebből egy még jobb kép, és benne van a lehetőség, de egyszerűen annyi energiában, meg akkora szerepe van a szerencsének, hogy az alatt az idő alatt 10 másik hasonló jó témát lehetne. De volt már, amikor el kellett valamit engedni? Volt, hát rendszeresen van ilyen. És amikor kész van a kép, és mivel te már ugye több mint 2 éve ezzel szórakozol, hogy ez a kép megszülesen, nyilván azt fogod mondani, hogy hű, azért lehetne egy picit jobb. De van, amikor beleegyezel ennél a mondat után, hogy hű, ez lehetne egy picit jobb, de azért jó ez? Az odáig vezető út az elképesztően izgalmas. Tehát nem csak az érdekes számomra, amikor elkészült a fotó, és akkor Photoshopba kinyitom, kicsit még megélesítem, megzajszűröm, aztán nyomtatásba kerül, hanem azok az élmények, amik odáig vezettek, azok az emberek, akikkel közben megismerkedtem, azok az országok, amiben közben jártam, ez a folyamat, ez a leginkább motiváló. És persze kell a happy end a végére, tehát nem szeretünk olyan filmeket nézni, ahol a gonosz győz, meg nincsen... Vagy megoldás legyen. Legyen a megoldás, tehát ez jó, hogyha van egy fotó. És amikor előadást tartok, akkor néha baj is az, hogy vannak nagyon jó sztorik, de nincs hozzá végeredmény. És ezt nem tudom elmondani egy előadáson, hogy hogyan dolgoztunk egy képért, mert először a látogató azt látja, hogy milyen a felvétel, és utána kíváncsi a mögötte levő sztorira. Na, de ha van egy jó sztori, és nincs kép, akkor ugye ott megbukott, az maximum egy ilyen baráti beszélgetésnél tábortűz körül működik. Mennyi képet csinálsz, amikor így egy ilyen... Felkészülés időszak. Most már ez elég nehezen megfogható. Én még azon szerencsések közé tartozom, akik diára kezdtek fényképezni, tehát ott számolni kellett, hogy kat 100 forint. És ez 1999-ben egy diáknak kat 100 forint, az azért az úgy elég durva volt. Egy tekercs az 36-ot jelentett, de a rafkósabbak azok rá tudtak az elejére ragasztani egy kis csíkot, és akkor még lehetett nyerni 2-3 kockát. Tehát ezt most mondva, a telefonos digitális világban ez egy elég furcsa hangzik, hogy ezért meg kellett tuningolni a filmet. Ekkor nagyon könnyen számolható volt, hogy hát egy évben fotóztam mondjuk 40 tekercset, felszavazott 36-tal, vagy 38-al, és akkor annyi. Utána jött a digitális világ, a természetfotózásban is. De nem örültél meg, hogy... Nem rövidővel mondom, nem örültél meg, hogy akkor most sokkal többet tudsz fotózni? Ez volt a legnagyobb lépés, ami az én fotós pályafutásomban eddig történt technikailag, hogy már nem kellett számolni, hogy egy kattintás mennyibe kerül. Továbbra is költséges hobbi, de ha egyszer megvette az ember egy fényképezőgépet, akkor az a több százezer képet csinálhat kvázi ingyen. Plusz van egy óriási nagy előnye, és ez népszerűsítette nem csak a természetfotózás, hanem a fotózás, mint műfajt a laikusok körébe, hogy kattintás után azonnal látható. Igen. Még amikor diára fotóztunk, akkor az ember lelőtt az egy tekercset, azon rajta volt a családi mindenfajta esemény, túrák, egy kicsi természet, egy kicsi város, aztán a végén kiderült, hogy Karcosra hívták, túl lett exponálva, egymásra fotózott két jelenetet, és amikor jött a digitális, akkor megnéztem, egy picit túl van exponálva, állítok rajta, és a következő már jó. Utólag már nem javítasz bele semmit? De javítok, mindenképpen javítok. A javítás az nem azt jelenti, hogy az egyik modár mellé oda teszek még egyet, vagy éppen fordítva. A javítás az technikai javítás, hogy én mindig a határon mozgok az alapanyag tekintetében, tehát mindig nagyon magas érzékenységgel fotózom, és nagyon zajosak a képek, nagyon pici a mélységéleség. Hogyha kevés a fény, akkor nem tudsz elég rövid képet készíteni, és ezért elmozdulnak az állatok. Sokáig kell exponálni, és én mindig föltolom a maximumra, amit még elfogadhatónak tartok, és ezáltal a minősége nem lesz annyira jó, de ezt utána Photoshopba vissza lehet nyerni egy kis munkával. Versenyen indulva képeket lehet photoshopolni? Nincs meghatározva általában az, hogy hogyan nyúlhatsz bele, hanem az a meghatározva, hogy a kép az legyen igaz. Igen. És amit te terepen láttál, fizikailag, etológiailag, azzal ne csapd be a közönséget, tehát ilyen retusálások, olyan színek előhozása, olyan kontrasztok előhozása, ami nem volt, az már nem mondható etikusnak. Én arra törekszem, hogy amit ott a szememmel láttam, már ha ott voltam a fényképezőgépnél abban az időben, és nem automata volt, ja, akkor... mert az is lehet? Az elefános képek, amikről beszéltünk az előbb, az mind automatán készült, úgyhogy én beállítottam a műszert,
és utána ott hagytam, mert ott nem lehettem jelen, mert nem volt meg rá az infrastruktúra. Ja, ja, az nem azért, mert nem, tehát nem mert volt egy olyan les, ami védett volt például az oroszlánoktól? Vagy... Az emlősöket nagyon nehéz fotózni, amiatt is, hogy érzékenyek az emberi szagra. És építünk olyan leseket is, ami szakszigetelt, 50 méterrel arra vezeti ki a kémény az embernek a szagát, hermetikusan le van zárva, ventilátorrendszer. De egy ilyen elefántos fotónál erre nem volt ott lehetőség, ezért úgy döntöttünk, hogy leteszünk egy dobozt, amiben beletesszük a fényképezőgépet, és az folyamatosan fényképez. Megkérdezednék, hogy válaszoljuk, ahonnan kiindultunk, hogy mennyi képet készítek, mert aztán közben elfelejtem, hogy ugye tudtuk a diát a 36, utána jött a digitális, amikor már a memóriakártya hozta ezt a határt, ami egy néhány száz, aztán néhány ezer felvétel lett, és most pedig egy teljesen érdekes átalakulás van, amikor már a mozgóképből kivett, egy filmből kivett képkocka, és elegendő minőségű arra, hogy az ember tudja használni. És ez azt jelenti, hogy egy újabb, nagyon nagy ugrás következik, az ember folyamatosan tud filmezni. Például legyen elefántos éjszaka ott hagyott. Arra mondjuk, hogy nem. Na de ott hány képet csinált? Ott folyamatosan fotózott fél percenként. Az elején úgy gondoltuk, hogy majd lesz érzékelő, és akkor, amikor bejön az állat, fotózik, de egy hiba lehetősége kevesebb, ha nincs a rendszerben egy ilyen. Plusz akkor sem tudom megmondani, hogy kompozícióilag jó-e a kép, amikor az automata fotóz. Ezért úgy döntöttünk, hogy 30 másodperc képkészítés, 2 másodperc szünet, amíg a memóriára lemegy az adat, és utána 30 másodperc újra. Szegény egész éjjel dolgozott. Itt van egy másik kérdés. Úgy tudom, hogy a természetfotó témájú pályázatok, médiumok úgy zárják ki a készült alkotásokat, mint a húzat, az így készült alkotásokat, hogy megrendezett körülmények, befolyásolt élőlények. Ez nem csalás, kérdezi valaki? Hát, hogyha helyesen van leírva és feltéve a kérdés, akkor ebbe mélyebben bele lehet menni. Ugye nagyon nehéz egy szubjektív pályázatnál egyáltalán megítélni azt, hogy melyik lesz a legjobb kép, hiszen ez a zsűri eldönti, nem egy sportverseny, aki a legtávolabbat ugrik, az a legjobb. A zsűrinek minden esetben az a célja, hogy valós etológiai jeleneteket mutasson be, ezáltal ne zavarja a természetet, ne alakítsa át, de mondjuk az átalakítás ugye az már egy kérdés. Tehát, hogyha most én kimegyek egy autóval, akkor ott hagyom az autónak a nyomát, vagy legyen csak bicikli, akkor már átalakítottam. Persze. Ha építek mondjuk egy madáritatót például, azzal is átalakítom. Az átalakítást és az beavatkozást úgy gondolja a kiíró általában, hogy ne befolyásol negatívan, tehát hogyha megvan a megfelelő felkészültséged és tudásod, akkor pontosan tisztában vagy azzal, hogy ott maradjon hosszasabb hogy, például. Nem egy ragasztót lerakunk. Mondjuk egy jó példa a fészekfotózás. Ez egy nem kifejezetten etikus dolog, amikor az ember úgy fényképez, hogy az árnak nem sok választása van, illetve ha van választása, akkor ott hagyja a fiókáit. Ellenben, hogyha megfelelően etológiai felkészült, és például mondjuk mi fotózunk úgy fészeknél állatokat, hogy mi tesszük ki az adót, a les már hamarabb ott van, mint ahogy megjön Afrikából, és neki van egy választása, hogy ő neki kell ez az adó, még így is, hogy ott van ez a les, ami nyilvánvalóan akkor már nem zavarja. És akkor úgy ülünk be egy létesítménybe, hogy... Hát természetesen nem tudja, az neki ott egy objektum, ami nem enged akkor a kilátást, mint hogyha mondjuk nem lenne ott, de hogyha ugyanilyen képeket szeretnék úgy, hogy megtalálom a fészket, utána odaépítek egy lestot, zavarom, akkor ugyanezeket a képeket zavarással tudnám elkészíteni, ami már az én szemszögemben nem etikus dolog. Sas, vagy pedig ilyen például egy bubos bankának, egy gyurgyalagnak, egy szalakótának a fészke, vagy maradhatunk a kerti élővilágnál is. Mekkora egy ilyen például les? Csinkéknek a fészke. A les az mindig az a jó, ha minél kisebb, de éppen akkora, amekkorában az ember kényelmesen elfér. Meg hogy a tudfaira mondjuk lássa. Mondjuk egy ötöde, mint ez a stúdió. És hát te mennyi időt tölteszel egy ilyen lesben? A legtöbb idő, általában szokták kérdezni, mióta legveszélyesebb, legemlékezetesebb, leghosszabb, az 56 nap volt, anélkül, hogy kijöttem volna a lesből. És akkor a pénzióba pisztítél? Igen, de a lányok mindjárt ezt kérdezik, hogy hogy pisztítél. 56 nap. Férfiak azt mondták kérdezni, hogy mit tettél. 56 ez egy olyan les volt, ami direkt erre lett kialakítva, hogy ott volt WC lehetőség, a barátaim hordták nekem be a kaját, segítettek elvinni a szennyest, hozni tiszta ruhát, tehát teljesen kultúrál körülmények között. Ez egy 34 négyzetméteres létesítmény, amiből maga a les az egy pici hely, az egy 6 méter x 2 méteres víz alatti hely. Víz alatti? Igen.
és onnan lehetett felmenni egy kis akkora faházba, mint ahol mondjuk most vagyunk, egy akkora térbe. És ott mit fotóztál a víz alatt? Ott a les víz alatti, de a maga a kamera az víz fölötti, ez csak azért a megfelelő perspektíva miatt kellett. És itt a téli élővilágot. Hát mi adtunk élelmet az állatoknak, ami főként hal, halhús, és arra odajött szürkegémek, nagykócsagok, kormoránok, barna néti héja, egerésző, vrétisas, volt akkor egy gólyánk, ami nem ment el Afrikába, ott telelt ki. Most érdekes módon mai reggel bejött egy kanalas gém, ezeri a leselé, mert folyamatosan ez az etetés, és ez a munka, ez jelenleg ez is zajlik. Van. Igen, ez itt van. És akkor így az 56 nap az aktív fotózással telt, és több 10 000 felvétel elkészült. Amiből... És akkor hogy választod ki, hogy melyik az érdekes, melyik az szép? Hát ez egy teljesen szubjektív dolog. Nehéz kérdés. Én választom ki saját magam, de igyekszek egy nagyobb merítést megmutatni a közönségnek, leginkább a szűkebb közönségemnek, és utána az ő véleményük alapján olyan képeket is beválogatok a publikációban, amit egyébként én nem annyira szeretek, de közönségkedvenc. Tehát a cuki képek, aranyos, pozitív, az mindig lehet, hogy fotográfilag nem annyira érdekes, egy egyszerű portré, de mégis nagyobb sikereket tud elérni, mint egy olyan, amiért egy évig csúsztam, hogy lefotózzam. Mikor megálmodott, hogy most szeretnél ilyen víz alattról nézem, és fönt van a kukkoló, akkor te felkészülsz azoknak az állatoknak a szokásaiból, étkezéséből, bizony, mitől igen. Fél, mitől nem fél. Igen. A munka azzal kezdődik, hogy megszületik az ötlet, oda megszületnek a körülmény kialakításának az ötletei, és utána nézek az irodalomban, hogy mit lehet tudni ezekről az állatokról, és aztán jön a lényeg, amit kiegészítek a saját magam ismereteivel, mert hogy fotózáshoz milyen dolgok szükségesek, ez egy teljesen új műfaj, és erre nem nagyon van irodalom, úgyhogy az embernek a saját magának kell kikísérteznie, figyelni az állatnak a reakcióit, próbálkozni, etetni ilyen-olyan dolgokkal közelebb, távolabb, például lehet ilyet csinálni, hogy kitenni egy csali madarat, megnéz, hogy hogyan reagál, és utána ezt mindig figyelemmel kísérni, hogy ez okoz-e bajt annak az állatnak, vagy teljesen indiferens. Tehát például azzal volt problémám ennél a lesnél, hogy túl sok kormorán érkezett. Ez egy nagyon agresszív madár, halászok, jól ismerek, rengeteg halat megeszik. Ugye én, mint fotós, én mindegyik madarat ugyanúgy szeretem, vagy ugyanúgy érdekes fotós célpontból, viszont annyira agresszív volt, hogy több madarat elkergetett, és az egyik barátomat megkértem, aki preparátor, hogy készítsen nekem egy műanyag sast, mert hogy a kormorán fél a sastól. Kitettük, azonnal sterilizálódott a terület kormoránoktól. Azt hittem, hogy ez a megoldás. A többi madár az sokkal hamarabb visszajött, de aztán egy hét múlva ez sem működött, mert látták, hogy azért itt valami sumálkolás van, és akkor ugyanúgy visszajöttek. Szóval ilyen dolgokat így lehet kísérletezni. Okosak egyébként a természetben élő állatok? Nem figyeltem az előző beszélgetést, hogy ott jött ki ebből a kérdésből. Nem, mi ott noi állatoton voltunk ott. Én azt mondanám, hogy inkább ösztönösek. Uh-huh. Tehát egyszerű reakció. Van olyan, hogy szokta, az 56 nap az nagyon megülte a fejemet, hogy van olyan, hogy beheteted őket avval, idézőjelben beheteted, hogy ott vagy állandóan? Nekem ki kell találnom azt, hogy az állat miért fog pontosan odajönni, ahol én vagyok. És miért nem zavarja, hogy te megy, ott vagy? Nem én megyek az állathoz, mint az, aki cserkel, az is egy nagyon szép műfaj, de az én fajta fotós stílusomban általában én motiválom oda az állatot, vagy valamiért oda jön, és én hamarabb vagyok ott. Ez lehet egy tó közepére épített sziget, ahol szeret megpihenni, lehet például kitett fészekanyag, egy tócsomó, egy kóc, gombolyag, amikor építi a sárgarigó a fészkét például, és kifigyelem, hogy most ez a hét ez arról fog szólni számára, hogy gyűjti az anyagot. Drukkolsz lehet élelem, lehet víz. Sárgarigónak, hogy találjon egy olyan megfelelő, nem tudom miből építi a sárgarigó, ilyen szálakból? Igen, egy ágvillába rakja, minden évben újat épít. És drukkolsz, azért, hogy találjon megfelelő villát? Tehát akkor te egy érzelmileg közel kerülsz a fotóalanyodhoz? Azt mondom, érzelmileg azt nem mondanám. Én érdeklődéssel figyelem, és mindig csodálattal tölt el a változatossága. Hát elképesztően teljesen kimeríthetetlen. Magyarországon 40 000 féle vadállat létezik. Vagy vadon élő állat. 40 000 féle. És régen mennyi volt? 50? Nem, azért már nem tudom pontosan. Európában ez egy elég speciális helyzet, mert Európában nagyon régóta itt van az ember, és nagyon sok állat megtanult együtt élni az emberrel. Olyan helyeken, ahova az ember oda ment, és már a civilizált ember ment oda, ott nagyon nagy pusztításokat tud végezni.
olyan kép téged érdekel, vagy igen, hogy egy igazi ember, egy igazi madarat, vagy állatot etet. Mi az, hogy igazi ember, igazi madarat? Hát egy civil ember. Igen. Egy civil állat. Vagy téged csak az állatoknak a létezése. Engem a természetes viselkedése érdekel. Tavaly előtt, 3 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni egy élőhely létrehozási projekttel, vettem 10 hektár földet, és ott azt az ökoszisztémát, ami addig volt, és az ember alkotta a napraforgó, kukorica, búza, vetésforgóba, azt teljesen átalakítani és megpróbálni eredeti állapotába újra létrehozni őshonos fűfélékkel, őshonos cserjefélékkel. Ezen a területen végeztünk egy űrge visszatelepítési projektet, ami annyira sikeres lett, hogy most már 1500 darab űrge van a kertem közelében, és ott persze engem is érdekelt az, hogy milyen jó, hogy kézből eszik az űrge, de fotográfiailag, természetfotó szempontból nem ez az érdekes, hanem inkább a természetes viselkedése, ami emberi... Tud kézből lenni és az űrge? A megfelelő kitartással igen. Hogyha van egy pár órád erre, akkor dobálod neki a kis mondjuk cseresznyét vagy répát, akkor látja, hogy te nem vagy számára veszélyes, és mondjuk egy 2 nap alatt el lehet odáig jutni, hogy a kezedből is megeszi a répának a másik felét. Minden állatot meg ilyesmit megismersz? Természetesen nem. Vannak nálam sokkal-sokkal felkészültebb versenyzők. Az én tudásom az ilyen szempontból nagyon felületes, mert az szinte csak a fotózott alanyokra redukálódik, vagy legalább az, amikkel találkoztam, de amikor beszélek olyan fanatikus etológusokkal, amik kipécéznek maguknak egy-egy állatot, vagy egy állatcsoportot, akkor olyan dolgokat tudnak nekem is mondani, amitől elámulok. Népszerű a természetfotózás Magyarországon? Én azt látom, hogy egyre népszerűbb. Általad többen lettek lelkes természetfotósok esetben? Valamilyen szerepen biztos, hogy van benne, mert a médiának köszönhetően sokkal többen kerülnek vele kapcsolatba, és amikor kipróbálják, akkor rájönnek, hogy ez mennyire izgalmas dolog. És most, amikor az embereknek, vagy egyre több embernek van egyre több olyan szabadideje, amikor szeretne valamit eltölteni a természetbe, akkor a kutyasétáltatás, a biciklizés, a kajakozás mellett a természet megörökítése egy nagyon izgalmas dolog. És amikor megfelelően felkészültem, megy ki az ember a terepre, és tudja, hogy ezzel nem zavarja az ott, akkor ez egy korhatár nélkül művelhető óvodától a nyugdíjas korig, vagy az ember életének a teljes szakaszában egy nagyon jó hobbi lehet. Jól van, a következő fél órában beszélünk majd arról a turnéról, amire készülsz. Először egy hallgatói SMS még. Nagyon köszi a választ, a korábbi kérdése. Nagy tisztelőd vagyok, kedves kolléga, baráti üdvözlet. Marian fotós. Oké, te látod minket Pakson egy koncerten, de akkor még most 2 éves, akkor 1 éves volt. Jó. Jaj, bocsánat, hogy muszáj megszakítanom. Na. Szegény Gundel Takács, még a neve is. Gyergyi. Nem elég, hogy azt írt, hogy már nincs a padödőmek szűnt. Na, minden. Ja. Jó van. Szóval Máté Bence, aki még látta a padödőt, akkor még működött. Nem hiszem, sorbáltam autogramért. És kaptál, nem voltunk parasztok? Egyébként kicsit azok voltatok, mert a dobos, meg ott a háttér csapat, odajöttek személyesen, és ti is odajöttetek, de nem akkor írtátok, hanem osztogatotok ilyen előre megírt dolgot. És az, ami bajod van? Nyomtattuk előre direkt képet, hogy szép legyen. Nem volt olyan személyes. Na, akkor majd most a hátadra írjuk, hogy Bencének, bocs. Na, a természetfotós azért embert is fotóz, családot meg, stb. Én nem fotózom. Sőt, amikor megkérnek, hogy úgyis van fényképezőgépen, fotózom ezt, meg azt, kifejezetten taszítom ezeket a dolgokat. Figyelj, te miből élsz egyébként? Mert azért ez nagyon jó pofa, meg minden, de mondjuk egy 2 éven keresztül készülsz egy projektre, meg ki kell találni, meg fölépíteni, meg mit tudom. Tulajdonképpen ezt én sem tudom, mert ugye? Próbálkozok mindennel. Ebben csak úgy egyszer csak lesz. Vannak ugye természetfotós pályázatok, természetfotós turizmus, képek eladása, és most van egy új dolog, amiben nem tudom, hogy tudok-e élni, mert minden projektet úgy kezdek el, hogy szeretem csinálni, és a cél az, hogy ne bukjak rajta, de most elkezdtem foglalkozni nagyszabású kiállítás megszervezésével, és úgy gondoltuk, hogy ha itt el fogunk érni ennyi embert, akkor hát, hogyha el akarnak jönni megnézni az előadásokat is, hogy hogyan készültek a felvételek. És előadás nem lehet? Venni nem lehet? Micsoda? Képet? De lehet azt is, képek eladása. És meghirdettünk egy kiállítás, előadás sorozatot a kiállítás mellett. A legelső az a kongresszusi központban lesz március 31-én,
és még anélkül, hogy a kiáltást elindítottuk volna, a jegyeknek az egyharmada elment, ami számomra egy borzasztó megtiszteltetés, és úgy látszik, hogy ebből is ki tud alakulni valami. De és ez egy olyan lesz, hogy majd bele lehet kérdezni? Tehát kérdezhetek is tőle, nem lesz, pedig lesz egy előadása? 2000 ember lesz, és itt nem lesz, akinek van kérdése, mint egy általános iskolai előadáson, hanem itt meg lesz egy szépen koreografált, előre összerakott történet, ami a legvittesebb jeleneteket fogja kiemelni, legérdekesebb sztorikat az ismert képek mögött. Aha. Ezek a képek, mondtad, hogy nagyon nehéz kiválasztani, hogy milyen eredményeket értél el, de azért mondjál egy párat, kérlek, hát ha van olyan hallgató, aki nem ismert téged, hogy ez a kvázi Oscar-díjas kép. Én szisztematikus pályázó vagyok, ami annak köszönhető, hogy a legnagyobb felületet ezzel lehet elérni. Tehát ha már elkészítek ezek a képek, milyen jó megmutatni ezt a közönségének, milyen jó, mikor vannak reakciók, ha jók, ha rosszak, és azáltal, hogy egy díjat nyerek, itt a pénznyeremény az általában jelképes, tehát messze nem fedi a belekerülési költséget, de akkor a felületet ad, amivel rengeteg kapcsolatot lehet kialakítani. Uh-huh. És amikor 2010-ben a világon lettem az év természetfotósa, első magyarként, ott a szakma széles körül megismerte a nevemet, és ezáltal sokkal könnyebb érvényesülni. És van egy kollégám, aki menedzseli a dolgaimat, az Andrea, és őt kitűzte célul tavaly, hogy 100 pályázatot fog engem indítani, és december 28-án mondta, hogy most tölti fel az utolsót, és megvan a 100, ami nemzetközi szinten mindenhol, minden földrészen, Antarktisz talán kivéve, nemzetközi pályázatokon elért lehetőségek. Egyébként vágysz ilyen havas, elképesztően hideg helyre, vagy te inkább a... Az a szekció még teljesen kimaradt, tehát annyira délen nem voltam még. Én szeretem a meleget, ezért is fűtöm be a leseimet megfelelően, de egyszer előbb-utóbb oda is el fog kerülni, hát várom a lehetőségeket. Én ezeket sose erőszakkal irányítottam, hanem beszélgetek emberekkel, és amikor jön egy lehetőség, akkor igyekszek nagyon jól improvizálni, és dönteni máról, holnapra is, ha kell. És hogyha visszajön ebből a 100 pályázatból majd az eredmény, akár anyagi, akár következő pályázati lehetőség, akár valami, akkor ezeket hogy publikálod, vagy hogy kommunikálod, vagy csak egy személyes siker, ami aztán utána hozza a következőt majd maga így után? Van. Én saját magam ritkán publikálom ezt. Számomra két verseny van, ami nagyon-nagyon fontos. Az egyik az a Magyarországon az év természetfotósa pályázat, mert innen indultam ki. 2000-ben lettem az év ifjú természetfotósa, ott csöppentem be a közösségbe, ott nagyon sok barátot köszönhetek neki. Hát akkor ilyen pár tízezer forintból mérhető az egész költségvetés. De ez azóta is egy nagyon jó élmény ugyanabba a közösségbe visszajutni, és én azóta is rendszeresen pályázok ezen a versenyen. A másik pedig a világ legnagyobb természetfotós versenye, amit a BBC ír ki, azt hiszem 64 óta. Ez a legnagyobb presztízsű verseny, amit 2010-ben nyertem meg, és minden évben csúran csöppen valami. A világban hova helyezed magad a világ természetfotósai között? Legjobb. Te vagy a legjobb? Az ember mindig a legjobb. Hál' Istennek, ez egy szubjektív dolog, így nincsen, hogy top 10 vagy top 100. Szerintem az embernek be kell ütni a neveket az interneten is, és lehet látni, hogy kinek a munkája mennyire elterjedt, és saját maga ki tudja választani, hogy ő neki a kedvenc tájfotósa, kicsoda, a kedvenc madárfotósa, vagy akciófotósa, de számomra többiek között sincsen kedvenc. Van egy 8-10 név, aki mindig megújul, olyan technikai felkészültséggel rendelkezik, olyan tisztelettel fordul a természet iránt, olyan aktív, aki számomra benne van a top 10-be, de ezek között se tudok sorrendet tenni, hogy most én legjobban képesnek tartod magad a megújulás, és mi az, ami ezen belül a megújulást jelenti? Végtelen. Én nagyon kreatív fotósnak tartom magam, és ha van egy szabad órám, akkor rögtön elkezdek gondolkozni, hogy milyen új dolgokat tudnék még mutatni. Ez egy szemlélet az a megújulás ebben a tekintetben, vagy technikai, vagy... Hát ez egy gondolkodásmód. Ez nem csak a természetfotózásban levő megújulás, hanem az élet bármely területén levő megújulás. De hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mit tudom én, mozgalmasabban szeretnéd, vagy más... Nem tudom, mi az, hogy megújulás? Az újszerű, az azt jelenti, hogy egy olyan dolgot láttatsz, ami eddig még nem volt lehetőség. Néhány évvel ezelőtt teljesen újszerű volt az, hogy valaki a tájat fölülről fotózta egy helikopterről, vagy egy sárkányrepülőről. Most már minden második embernek van drónja, most már nem újszerű. Hihetetlen jó képeket csinálnak, amatőrök kimennek Balaton fölött. Te drónoztál? Csináltál drónos képet? Nem drónoztam. Pontosan emiatt, mert én találtam ki, és már elvesztett az újdonság értékét. És például, amikor beadja Andrea a 100 pályázatot,
akkor már hány ilyen projekt van a fejedben, hogy ha ebbe bejutok, vagy mit ha ebben nyerek, igen. Ha ebben nyerek, akkor van erre elképzelés, hogy mit szeretnék ott megmutatni? Ez a pályázat szó lehet, hogy félrevezető volt számotokra, igen. Ezek olyan pályázatok, amikor az ember beadja a legjobb munkáit, és abból díjazzák, ja, hogy első, második, harmadik. Igen, nem az, hogy beadhass. Igen. És ez, erre van egy idő után már fejben tarthatatlan volt ez a dolog, és egy informatikus barátom segítségével összeraktunk egy pályázati programot saját magamnak, ami egy nagyon jó adatbázist ad számomra, és betáplálom, amit én szeretnék, és kiadja abból a 2000 fotóból, amit én fölvittem, azt, ami most esélyes. Tehát megvannak a pályázat paraméterei, és abból a 2000 legjobb fotóból kiadja nekem azt az 50-et, amiből válogathatok, és nem kell mindig a 2000-et átnyálazni. Van olyan állat, amitől félsz? Kutyától. Arról beszéljük, hogy az előtt. Kemények kutya már megtépett egyszer, vagy mi? Tehát a vadállatoktól azért nem félek, mert... Tudod, hogy kell védekezni. Igen, a kutya az meg kiszámíthatatlan. Tehát az nem lehet azt mondani, hogy ki van írva, hogy ugye hány postást harapott már meg, és ma már volt 3, és általában te vagy a negyedik, szokott, igen. De a gazdáját azt nyilván nem bánt, és mondja, hogy nem bánt, de többször kerültem ilyen helyzetbe, hogy de bánt. Jó, anyukám meg a gúnártól félt, mert egyszer megkergette egy gúnár. Az meg a libától. Hát az liba, az ugyan. Én voltam olyan szituációban a terepen, ahol elefánt oroszlánnal veszélyes állatokkal kerültem kapcsolatba, és az mindig kiszámítható. És megcsípnek ilyen moszkító, meg ottani szúnyog, vagy mi? Még az veszélyes, mert azt soha nem lehet tudni, hogy mit terjeszt. Mm. Nem vagyok pontos, hogy ott van, de több száz vagy több ezerszer annyi ember hal meg moszkító által, mint oroszlán által. Hát persze. Mégse félünk a szúnyogtól. Tulajdonképpen nagyon jó veled együtt élni, vagy egy családban, mert mindig mindenki tudja, hogy mit szeretnék karácsonyra. Ha más nem, összeadjuk négyen, hogy mehess Afrikába, nem? Azt hittem, azt mondta, hogy ilyen védőoltást. Hát azt gondolom, ingyen van. Megosztottam ma reggel, most így a drónokról jutott eszembe, Shanghai fölött felraktak egy ilyen gigapixelt, és elképesztő, tehát olyan, hogy rá tudsz közelíteni ablakokra, látod lenne az építkezésnél, hogy ott egy ember mit csinál, és hogy mi van a kezében. Milyen márkai cigicél. Fantasztikus, én még ilyet nem láttam, mert csak egy a drónokra jutott eszembe, hogy micsoda technikai lehetőségek vannak. A technikai lehetőség, mert kikérem magamnak, hogy a telefonom megkérdezi, hogy jó volt tegnap az Örkény Színházban? Ezt sajnálom, ez már a lokális... Na jó, ne kanyarodjuk el, azt írja a hallgató, aki a Gundelről írt, hogy Marian, még egyszer bocsánatot kérek, nem bántani szeretek volna, nem bántásnak vettem, csak lehetetlen helyzet, amikor az ember, én úgyis ritkán járok a rendezvényre, és ugye a rendezvényre valahova oda kényszerülök, és aztán utána erre hülyeség jön ki. Bocsánat, a Gundelnél eszembe, hogy a Gundel Takács Gábor, aki fényképezni. Hogy? A honlapomnak az egyik részét az öccse fényképezte, de már 2 éve ismerte, meg dolgoztam vele, mert kiderült, hogy az ő bátyja, Gundel Takács Gábor, és ilyen módon eljöttek egyszer a családjával fényképezni, és gondoljátok, hogy minden madarat felismertek. Nem csak a tévében, ott a kis paksemétában felírt dolgokat tudja, és felkészül, hanem olyan ornitológiai ismeretekkel rendelkeztek, hogy a Sárik Péter trió dobosa, bizonyos Gálfi Attila, ornitológus szeretett volna lenni, és az összes madarat ismeri, de olyanokat is, hogyha rámész arra, hogy ilyen ritka madarak, és mutatom a képét, és mindent tud. És a madár, az megvan? Csodálatos dolog. Hogy a madár miért lett madár? Miért? Hát a régi kollégáig azt mondták, azért, mert madárnak nézték, de én mikor találkoztam vele, és ugyanezt a tehetségét megvillantotta, akkor azért összeraktam, hogy a Erdély Zsolt azért madár, mert ő egyébként madarászik is. Tényleg? Én pedig ismertem a Szeged mellett a Fehér Tónak a ornitológusát, az a Berec valaki. Berec Péter bácsi, mert a lányával az anya jobban volt. Tehát ezek ilyen nagyon rövidre köthető dolgok. Én meg imádom a papagájokat, de az megint nem természetközeli. Dehogy nem. Amikor a számból eszik, de hát az nem, hát látod, hogy az nem jó. Jó, persze, hát nyilván nem olyan ember kapcsolatban. Igen, egy témát még ne szólasszunk el. Mondd. A kiállításról szerettem elkalandozni oda, hogy kérdeztetek, hogy mennyire népszerű ez a műfaj, és hogy egyre népszerűbb, és mi szeretnénk lehetőséget adni, hogy kipróbálja ezt minél több ember, ezért 2 hónap múlva elérhető lesz egy olyan applikáció, amit mi Fajbooknak hívunk. Fajbook, a Facebookból ered, igen. Ahol nem arcokat fogunk gyűjteni, hanem fajokat. Az említett magyarországi 40 ezer állatfajból kiválasztottuk a 700 legismertebbet, vagy legkönnyebben megtalálhatót,
és 10 különböző kategóriába 700 állatfajról készült fotót töltögethetnek fel a versenyzők, ami telefonra specifikált. Tehát telefonra le lehet tenni egy kis teleobjektívet, pár ezer forintért meg lehet venni, és akkor a ligetbe, az erdélyi pinttől kezdve a reptéren levő ürgékig minden fajtát lehet töltögetni, és a kiállítással ennek szeretnénk hangot adni, hogy ez egy nagyon jó kis sport, és minél többen csatlakozzanak. Sport. Ez milyen érdekes, hogy ezt mondod. Annak idején én vitába keveredtem valakivel, hogy van-e annak értelme, hogy a telefonnal meg ezekkel mindenféle egyszerű gépekkel már mindenki lövöldöz mindent, és hogy nincs igazán kitalálva, hogy mi az igazi fotó, és mi nem. Ezek emlékek végül is, hogyha az ember úgy veszi, de hogyha úgy veszi, akkor akár sport is. Hát a sportot mondjuk az idézőjelbe tettem volna, hogyha ez írásban van. Mikor mész legközelebb Afrikába? Szerintem idén már nem megyek sehova, mert ez a kiállítás és a fajbuk az olyan fontosságú, hát, hogy ezzel akarok foglalkozni jövőre, meg Kenya van kipécézve, az egy abszolút egy non plus ultra természetben, egy olyan vadvilág, ami engem is még ennyi idő után lenyűgöz, nem mint hogyha a kertem élővilága nem nyűgözne le, de az tényleg egy ilyen egy nyitott állatkert, és ezek az emberek meglátták, hogy én már építkeztem közben Costa Ricában, Brazíliában, Dél-Afrikában, és itt ilyen leseket hoztunk létre, ahonnan újszerű módon lehet megfigyelni az élővilágot. Ezért kapcsolatba kerültek velem, úgyhogy most érdeklődnek kenyai lodzsok, akik szeretnék az én terveimet használni egy ilyen lesépítésén. Azt akartam kérdésre, amit már megépítettél valahol, avval most mi van? Azok működnek. Most lassan egyik se általam. Én izgalmasnak véltem azt, hogy milyen jó, hogy ezt én megtervezem. Valamelyeket én építettem, valamelyeket már ők, de szinte mindegyik üzemel, és az ottani tulajdonosok viszik, és egyre jobban működik. Hát le vagyok nyűgözve, Bence, szóval én nem tudom, hogy ezt nem a kocsi miatt, hanem hogy bírnám, de nyugtass meg, hogy állványról csinálod a 35 másodperces exponálást. Persze, igen. Hát nem az a... Egyiket elmozdulna. És minden helyen van olyan kaja, amit meg tudsz enni? Vagy... Hát én nem válogatom. Nem? Hát, a sárga dinnyét kivéve mindent megeszek. Pont én a sárga dinnyét, de én vége azt szeretem, akkor hát nem vidat tudnánk. Ennyi volt, Máté Bence volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy itt voltál, puszi. Nagyon érdekes volt. Sziasztok. És sok-sok-sok jót a turnéra, ami jövő ebben az évben minden hónapban más városban található. Igen, Pesten indul, igen. Utána Debrecen, és a mátébencekiáltás.hu oldalon meg lehet nézni a többi. Szuper, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm. A most hallott műsort is meg.